Sziasztok! Sipos Janka vagyok, ti pedig a ClickOut kistermelőnk rovatát látjátok éppen. A bevásárló központokban már Mariah Carey dalai szólnak, és mindenki karácsonyi lázban ég lassan, úgyhogy arra gondoltunk, hogy eljövünk Bódis Deniszához, aki megmutatja nekünk, hogy hogy lehet a legfinomabb és legszebb karácsonyi mézes kalácsokat elkészíteni. Azt ugye mondtad, hogy nagyon sokféle mézes kalács tészta recept létezik, de te neked melyik a kedvenced, vagy melyik az, ami, mi az az alapanyag, ami mindenképpen bele kell kerüljön? Igen, hát nagyon sok receptem van, mert valamilyen szinten gyűjtem is a recepteket, tehát mindig kíváncsi vagyok, hogy ki mit rak bele pluszba, vagy mit vesz éppen ki. Viszont azt mondhatom, hogy a hagyományos mézes kalácsnak ugye az alapja a méz, amit tartalmaznia kell, a liszt, a tojás, valamilyen fajta zsiradék, tehát vaj vagy növényi zsiradék, és aztán van a hagyományos fűszerkeveréknek mondjuk. Itt lehet egy kicsit változtatni a ízeken, tehát vannak, akik a klasszikus fahéj, szegfőszeg, ánis keveréket használják, de ugye van már olyan, aki beletesz pici kis gyömbért, beletesz pici kis szerecsendiót, szegfőborsot, amitől még egy kicsit ízesebb lesz ez a mézes kalács. És hát nagyon fontos a szódabikarbóna, ugye, amitől a mézes kalács kicsit könnyebb lesz, és ugye úgymond fölfújódik, tehát hogy egy picikét ilyen puszedli formájú lesz. Jó, hát szerintem akkor kezdjünk is. Mondd el, hogy mivel fogunk kezdeni ma. Én ugye előkészítettem, mert ugye a mézes kalács recept akkor jó, hogyha legalább egy 2-3 napig állni hagyjuk a hűtőbe, amikor összeérnek a ízek, a méz szépen kifejti a hatását, és valójában a tészta egy ilyen szerethető, szép, homogén állagú lesz, és akkor tudunk vele szépen dolgozni. Nagyon picikét meglisztezzük a deszkánkat, és akkor gyúrjuk, tehát ez a hagyományos mozdulatok, ugye ezt nem kell senkinek bemutatnom. Azok a háziasszonyok, akik sütnek, tehát valamilyen száraz süteményt, vagy bármit ugye tudják, hogy érzik a tésztát, de végül is azt szoktam mondani a kezdőknek, tehát az a lényege, hogy szép, csillogó legyen a felület, tehát hogyha megnézzük, már alakul, és nagyon kevés lisztet kell hozzáadni, ugyanis maga a mézes kalács tészta egy nagyon, nagyon jól formálható tészta, és ha nagyon sok lisztet adunk hozzá, akkor ugye fölveszi azt a lisztet, és már változik a állaga, tehát már egy kicsit ilyen szároznak fog tűnni, és akkor megyünk sodorni. És két úgymond sodrófával dolgozok, tehát egyik ez a klasszikus hagyományos fa, a másik pedig ez a modernabb változat, ugye most már mindenféle ilyen kütyüket kitalálnak a háziasszonyoknak, hogy megkönnyítsék a dolgukat. Ez egy nagyon jó, egy ilyen kis sodró henger. Vannak hozzá ilyen tartozékos, és elmondom, hogy miért ez. Ez arra van, hogy egyenletesen tudjuk szétsodorni a tésztát. Tehát ezek a kis hengerek valójában gátolják azt, hogy vékonyabb vagy vastagabb legyen a tészta. Úgyhogy ezt most így bemutatom. Nagyon picit lisztezzük, tehát úgy, ahogy mondtam, tényleg minimálisat, és a lényege a mézes kalácsnak nem forgatjuk. Tehát még vannak olyan tészták, amiket ugye kisodorjuk, megfordítjuk, kisodorjuk, fordítjuk, ezt nem fordítjuk. Tehát ahogy letettük, ez így marad a tészta. Maximum annyit csinálunk, hogy teszünk alá kicsi lisztet, és visszacsúsztassuk, jó? Végül is hát a sodrás ugye az semmi extra, mindig egy kicsit így meglisztezzük, és ide a tetejére csak tényleg annyit, hogy ne ragadjon rá. És hogyha elrontod, akkor mi a teendő? Újra gondolom. Hát megint. Újra, de nagyon nincs mit elrontani, mert maximum szétszakad a tészta, de mivel kiszúróval dolgozunk, ugye akkor nem kell, hogy nekünk a tészta egybe maradjon, tehát ha szakad a tészta, és a végén két részből szúrjuk ki a dolgokat, akkor se történik semmi, ugye, mert azok a tészták, amik mézzel készülnek, picit a méz ilyen rugalmasságot ad neki, és ezáltal nem nagyon szakad szét, és szépen lehet vele dolgozni. Tehát így valójában itten már aztán nagyon ugye nem enged tovább a sodródeszka, ez aztán a fával még egy kicsit átszokom, csak így nagyon, nagyon enyhén még egy kicsit át sodorjuk. Az miatt, hogy a fa fölveszi a nedvességet. Tehát egy kicsit, majd a végén megmutatom. Tehát ezek ilyen igazi műhelyek. Igen, a végén megmutatom, hogyha megsimítod ezt a tésztát, akkor egy ilyen nagyon kellemes,
Tényleg olyan, mintha egy márványt simítanék, vagy igen, valami nagyon kellemes, nagyon, tehát én mindig nagyon. Megszoktam simítani, beleadod a szeretetedet, a minden, ami benned van, átmegy a tésztába, úgyhogy azért nagyon fontos, hogy kézzel csináld, azért nagyon fontos, hogy szeretettel csináld, és jókedvel, örömmel, tehát az mind benne van a tésztába. Itt időközben már előkészítettél pár dolgot, szóval akkor meséld el, légy szíves, hogy a munkafolyamatnak mi a következő lépése. Igen, hát most egy olyan mézes kalácsot szeretnék bemutatni, amit nagyon könnyen otthon is elkészíthető, tehát most beszélhetnénk itt a mázokról, meg a terülőmáz, meg mennyit szárítani, viszont az a tapasztalatom, hogy azt a nézők megnézik, konstatálják, hogy nagyon szép, de én erre úgyse vagyok képes. Úgyhogy most olyat fogok mutatni, amire mindenki képes. Ugye van a maga a tésztánk, és a előkészülethez még hozzátartozik az, hogy két tojássárgáját készítettem itt elő, ezt így elosztom két felé, és valójában ez egy ilyen festett mézes kalács lesz. Hozzáadunk, Janka fogsz segíteni, jó? Igen, hozzáadunk egy kis piros ételfestéket, ez egy ilyen zselés állagú ételfesték, és szépen kevergess szét úgy, hogy szépen a szín összeálljon, és valójában a tojás sárgaja is egy ilyen szép, sűrű massza legyen. Én addig készítem a zöldet. Ez a fajta mézes kalács olyan, hogy most kiszúróval kiszúrjuk a mézes kalácsot. Ugye a mézes tésztának magának nagyon kevés kell a sütéshez, tehát maximum 5 perc a kiszúró, tehát nagyságtól függ. Maximum 5 perc alatt megsül, és amikor kivesszük a mézes kalácsokat, akkor még úgymond forrón vagy melegen ráfestjük azokat a vagy mintákat, vagy majd meglátjuk, hogy milyen formákat fogunk kiszúrni. Ami valójában kap, tehát nem vízzel vagy tojás sárgájával kenjük le a mézeseket, hanem ezzel a színes tojás sárgájával. Tehát ezáltal, ad egy alapszint. Igen, neki, ezáltal ugye? Ad neki egy ilyen szép zöldes, meg egy szép piros a szint. Minél intenzívebb szint akarunk, annál több festéket rakunk a... És akkor te Anna, én innen kezdjük. Jó, és akkor, tehát ugye sporulunk a tésztával, tehát mindig a szélitől kezdjük, és mindig úgy kezdjük, hogy minél többet tudjunk kiszúrni a... Na várjunk csak. Ugye jól csinálom? Igen, és rögtön rakjuk is ide rá a előkészített tepsire. Milyen távolságban, tehát azért úgy... Hát úgy körülbelül, igen. Végül is ez a tészta azért is nagyon jó, amit mondtam, hogy mivel nincs benne ez a sok szódabikarbon, ahogy nem folyik szét, tehát nem nagyon nő a nagysága, a szélessége, a hosszúsága, tehát marad szépen meg az a forma, amit kitaláltunk. És ugye, mikor beraktuk, akkor nem szokom lekenni ugye semmivel, mert a végén fogjuk lekenni a tojássárgájával, tehát így... Még forrón, ugye? Még forrón, tehát így natúra most betesszük a sütőbe, és akkor egy ilyen 5 percet, körülbelül 180. 175-180 fokon, mindenki ugye sütétől függ. Hát most már nagyon jó illatok vannak, úgyhogy szerintem lessünk be a sütőbe, hát ha igen, már kész a mézes kalácsunk. Igen, és jól éreztek, mert kész. Most így belakjuk a következőt. És mehet a következő adat, ugye? Szuper! Jó, és akkor most jön, ugye ez már forró, meg ne fogjad, jó? Ez nagyon jó, rendben, óvatosan. Persze. És akkor most jön az a munka folyamat, ami valójában abból áll, hogy fogjuk festeni a mézes kalácsokat. Tehát egy kicsit gondolkodunk előtte, ugye, hogy a csizmácskának melyik része legyen fehér, melyik legyen a piros, és mindig azt a részt ugye festjük, amit színesre akarjuk, a többit meg aztán hozzádíszítjük, jó? Tehát automatikusan egyszerű, igen, a fa ugye az piros, illetve zöld. Ugye? Zölddel, aha. Nem kell félni, és inkább úgy csinált, hogy egy vékony réteget, és még egy réteget, mert úgy mivel a forró mézes kalácsot teszed, nagyon gyorsan rászárod, és azok a részek, ahol picit több marad, az úgy fog maradni. Aha. Tehát az a lényege, hogy ez egy ilyen, ilyen gyors munka legyen, tehát fogom, és akkor így nem kell tőle félni, mert aztán a díszítésnél ezeket a apró hibákat ki tudjuk javítani. Thank you.
érkeztünk a következő munkafázishoz, ami ugye a mézes kalácsok díszítése lesz. Mit használsz a mázban? Vagy van ennek valami titka, hogy szép legyen a máz? Hát a titok az olyan, hogy valójában nincs titok. Maga a máz ugye tojásfehérje, porcukorból készül, és ecetet vagy citromlevet szokunk hozzátenni, egy kicsit feltöltenítve, és szebb, tehát hófehérje tegye a magát a tojásfehérje máz. És hát nincs titok. Nekem sokan szokják mondani, hogy mi a recept. De tényleg az olyan, hogy ezt érezni kell. Úgyhogy mi most ugye elkészítettük magát a tojáshabot, és hát lealapoztuk a mézes kalácsokat, és ez az a fajta mézes kalács, ami tényleg egy nagyon könnyen elkészíthető otthon is, hiszen láttátok az egész folyamatot. És most ezzel a fehérrel egy kicsit gazdagabban kidíszítjük, és ahogy mondtam, bármilyen színre lehet ezeket a mázokat. És aztán ugye van a következő mézes kalács forma, ugye, amit itt látható, ez pedig olyan, ahol magát a mázat festjük, tehát magában a hófehér mázba rakunk tojás, illetve színezéket, és ezáltal befestjük magát a tojás fehérjét. Jó? Úgyhogy akkor fogjunk is hozzá. Én egy ilyen könnyebbet választok az elejére. Jó, és hát ugye fantáziádra bízom, de ugye tudjuk azt, hogy a kis Mikulás csizmának van egy hófehér préme, a maga piros, tehát nagyon szépen mutat, hogyha körbe kontúrozzuk magát a mézes kalácsot, tehát akkor szépen kiemeli. Na most, ha mutathatok egy tanácsot, igen, akkor ez nem... Igen, mert ez nem sikerült, hát ez nem, ez nem ceruza vagy toll, úgyhogy ezzel nagyon úgy kell bánni, hogy mindig ugye ezért van ez a papír, hogy itt a végét szépen lecsippentjük, hogy ne maradjon ott az a sok hab, mert ugye ami folyik ki. És akkor valójában A pontból B pontba megyünk, B pontból C pontba, és a levegőbe húzzuk, és valójában ráfektetjük a mézes kalácsra. Ma már nagyon jó, hogy rengeteg kellék van, tehát ilyen mindenféle cukrász műhelyekbe, amiket használnak, gyöngyöket, csillámporokat, amik nagyon szépen földobják a karácsonyi díszítést. És honnan inspirálódsz, amikor a mintákat készíted el? Hát ma már nagyon jól lehet inspirálni, ugye hát a internet, a Pinterest, és tagja vagyok a Szlovák Mézes Kalács Készítők Egyesületének, ahol minden évben egyszer találkozunk Körmöcbányán, és ott valójában elmondjuk egymásnak a tapasztalatainkat, trükköket. Van egy ilyen Facebook csoportunk, ahol ha valakinek valami nem sikerül, vagy valaki nem tudja, hogy mit, hogyan, akkor beírja a csoportba, és akkor különböző tanácsokat kapunk, kipróbáljuk. Aztán, ha valaki megtanul egy olyan új technikát, ugye, akkor megtanítja velünk is. És hát járok kurzusokra, ugye, mert mindig lehet újítani, mindig vannak úgymond trendek a mézes kalácsba is, holott nem nagyon szeretem ezt a szavat, hogy divat vagy trend, mert maga a mézes kalács ugye egy hagyományos recept szerint készített sütemény, és a díszítés az, amiben aztán tudunk variálni, tehát különböző formákat, technikákat, népi mintákat, modernabb mintákat, terülőmázasat, ugye, amikor az egész mézes kalács be van borítva egy ilyen vékony tojásfehérje mázzal, és még arra aztán lehet kézzel festeni akár. Most nagyon nagy divat a ételfestékkel festett mézes kalácsok, tehát megvan maga a máz, és arra, úgy, ahogy a papírra vagy a vászonra festnek különböző mintákat, úgyhogy tényleg azt lehet mondani, hogy határa csillagos ég. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy végigvezettél minket ezen a munkafolyamaton, és megmutattad, hogy milyen gyönyörű mézes kalácsokat tudsz készíteni, és hát mindenkit arra buzdítanék, hogy csinálják utánunk otthon, amit éppen elkövettünk itt az elmúlt 1-2 órában. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és mindenkinek nagyon kellemes ünnepekre készülődést és ünnepeket kívánok!